Megható fotót töltött fel az egyik közösségi oldalra Ferenczi Sándorné. Az egészségügyi maszkon Gigi, a karcagi kutyabemutatók kedvenc kutyusa látható. Köszöntöm nézőnket, Ferenczi Sándornéval beszélgetünk arról, hogy ez a járványügyi helyzet a kutyások helyzetét hogyan nehezítette. Voltak-e versenyek, milyen versenyeket tudtak megrendezni? Hát nehezítette, igen. Voltak megrendezve, ugye márciusban elmaradt a Békés Csabai kiállítás, ugye a járvány miatt, de utána már Debrecenbe, májusban már el tudtunk menni, sikeres eredményeket értünk el. Most voltunk Hajdúdorogon, ott is nagyon jó kiállításunk volt, ott a unokák is voltak gyerekkutyapárban, Mircsike a német juhászal harmadik helyezést ért el, Bence a Dobermannal meg negyedik helyezést. Úgyhogy ők is kezdenek vele jönni a kutyás életbe. Hát most ugye Kecskeméten voltunk a német juhászal, az is egy saját tenyésztésű szukánk, és ott is nagyon szépen szerepeltünk, mert kitűnővé cacép fajta győztes címet ért el. És egyébként mennyire nehezítette meg a kutyásokkal kapcsolattartását, hogy egymással beszéljenek, hiszen a versenyekre akkor nem készültek, de hát ugyanúgy kellett edzeni a kutyákat, tehát hogyan tartották a kapcsolatot? Hát én ugyanúgy, hát jó, nehezítette ugye kicsit az életünket nekünk is, mert ugye azért kutyaiskolánk is van, de én azért csak kijártam, mert ugye rendbe kellett tartani, füvet levágni, meg én azért a saját kutyáimat kivittem, tudtam egy kicsit képezgetni, tanítgatni a kiállításra. Hát nagyon nehéz volt. Meg én ugye idehaza, azért itt van a saját akadályaim, én itthon is kutyáztam, ugyanúgy csináltuk unokákkal, ugrattuk az akadályt, pórázom vezetés, ültetés, szóval mindent. Mink azért kihasználtuk a járvány ideje alatt is a kutyázást. És a kutyaiskola az most beindult ősszel, lehet-e már menni? Hát beindult már, már nyár elejétől beindult. Hát lehet is jönni, boldog is vagyok, mert azért vannak tagjaim, akik járnak, jönnek Madarasról, Berekfürdőből, Ladányból, olyan kis bébi kutyákkal, 4 hónapos kortól, meg én is viszem a sajátjaimat, jönnek az unokák is, és akkor kutyázgatunk szépen. Szépen alakul a kiképzés, ügyeskednek a kutyák. Ez mikor van? Ez szombatonként van, szombaton 4 órától vagyunk, de ha úgy igénylik a kutyások, akkor van, hogy hétközben is szívesen állok rendelkezésre. Ha esetleg kiállításra megyünk szombaton, akkor viszont vasárnap pótoljuk be az elmaradt kiképzésünket. Most mi is maszkban beszélgetünk már, hiszen ez már most nagyon sok helyen kötelező. A kutyák ezt mennyire veszik komolyan, tehát hogy mennyire lepődnek meg, hiszen azért a gazdával a kontaktusok egy kicsit így nehezebb. Nem lepődnek meg, mert ugye kiállításokon is, ha megyünk, ugye így vezessük fel őket, ugye idehaza is hozzászoktattuk, én ugye első perctől kezdve megmutattam nekik, hogy ne legyen probléma, de nem is volt probléma, úgyhogy nem csinálok problémát belőle. Viszont beszéljünk erről a gyönyörű maszkról, ez nagyon egyedi. Igen, ez nagyon egyedi. Hát igen, a lányomtól kaptam ajándékba, mivel ugye a imádott kutyafajtám a Doberman, hát ugye ezt mindenki tudja, ugye ezt Karcagváros is tudja, mert ugye itt is volt a Gigi, ugye a Karcagváros gyerekek kedvence volt. Hát most viszont tenyészetemből hagytam egy kis barna szukát, ő is viszont Giginek hívják, mert azt mondták az unokák, hogy akkor legyen a kis Gigi. Úgyhogy ugyanúgy fogom be képezni őtet is, már szépen alakulna a kutyaiskolába a dolgok, és végül is én ugye munkakutyásokat is várjuk szeretettel, meg most kialakult a jó kis csapatom, ugye van egy nagyon jó kis segédem, Tomján Gabinak hívják, és akkor ővele szoktunk hétközben is, hétvégén is tartunk ilyen őrzővédő kiképzést, mert ugye nekem is munkakutyáim vannak, és készülök tenyészemlére, meg készülünk munkavizsgákra.